Az Rényi Ilona Országos Matematika Verseny megyei fordulójának egyik helyszíne volt február 20-án a Bújói János Katolikus Általános Iskola. A megmérettetést Kocsisnő Szabó Beáta igazgató nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy az oktatási intézmény adhat otthont a neves megmérettetésnek. Az igazgató arról is szólt, hogy megelégedése adhat okot az, hogy ilyen szép számmal neveztek a matematika versenyre, amely nem a legkönnyebb tantárgyak közé tartozik. Ezután Mackóné Matlák Julianna lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, hogy a vetélkedő immár 24 esztendős múltra tekint vissza, melynek keretében 14 helyszínen több mint 3000 általános és középiskolás diákja ült be a padokba. A diákoknak évfolyamonként eltérő idő állt rendelkezése a központilag összeállított feladatlapok kitöltésére elhangzott, hogy a verseny célja a matematika népszerűsítése és a diákok logikus gondolkodásának a mérése volt. A matematikai megmérettetéssel a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolák 3-tól 12. osztályos tanulói összemérhessék tudásukat. A forduló eredmény hirdetése várhatóan március első hetében lesz. A szerencsi Bólyai János katolikus általános iskolában több mint 100 diák vett részt a versenyen.